Üdv mindenkinek! Ez továbbra is a szoftverfejlesztési technológiák. Haladunk tovább, megint szintet lépünk. És nem is tudom, hogy mit mondjak majd akkor, amikor már nem fogunk szintet lépni. Úgyhogy talán ezt nem is kellene olyan nagyon mondogatnom. Hol hagytuk abba legutóbb a volt objektumorientáltság? Volt objektumorientáltság úgy, hogy megnéztük az osztályok közötti viszonyokat, illetve több osztályról kezdtünk el beszélni, aztán jött a rendszer szervezés, hogy ezt a több osztályt arra használjuk fel, hogy a rendszerünk megfelelő módon működjön, és kiosztjuk megfelelő módon a feladatokat, és akkor erre építve következik a következő téma, ami az MVC architektúra, ami szintén a rendszer szervezésről szól. Úgyhogy menjünk is bele. Szerintem egyébként az MVC kifejezéssel a legtöbben már találkoztunk. Vagyunk egy páran, akiknek fogalma nincs arról, hogy ez mégis micsoda, és van az a kategória is, aki sejti, hogy ez micsoda, sőt, hiszi, hogy tudja, hogy ez micsoda, csak nem feltétlen arra gondol, ami ez valójában. Ugyanis ezt a kifejezést manapság eléggé keverik egy másik, mondjuk úgy architekturális felépítéssel. Úgyhogy akkor talán úgy a legjobb fogalmaznom, hogy a klasszikus MVC-vel foglalkozunk, kimondottan a programozás területén. Legelső lépésként akkor vizsgáljunk meg néhány tipikus tévhitet, ami az MVC-hez kapcsolódik szorosan. Az első ilyen a webes környezet. Hogyha valaki azt hallja, hogy MVC, és már hallott arról, hogy MVC, meg hogy ez micsoda, akkor az adott kontextusban meglepődik azon, hogy az MVC-t nem webes környezetben akarjuk megvalósítani, hiszen elméletileg ez csak ott játszik, pedig ez baromira nem így van. Alapvetően semmi köze a webes szoftverfejlesztéshez, sőt, amikor ezt kitalálták, akkor még csak távolról se látták ezt a webes dolgot. Ha mondjuk MVC-re keresünk a YouTube-on, akkor legyünk nagyon-nagyon óvatosak, mert tele van a net olyan videókkal, ahol lelkes emberkék azzal indítanak, hogy na, ők most lerántják a leplet, ők most megmutatják neked, hogy mi az az MVC, és totál nem azt mutatják meg. A kedvencem például, amikor mutatnak egy ilyen tipikus client-server felépítést, van egy adatbázis, azt mondja, hogy az adatbázis az M, a modell. Van maga a kliens, a böngésződ, az ott megjelenő HTML, az a nézet, és akkor a kiszolgálói webprogram pedig a vezérlő. Hú, már le is lőttem a poént a három fő kulcs szóról. De ez nem így van, tehát akkor ezek szerint mi bármit csinálunk webes környezetben, mindig MVC szerint sikerül eljárnunk, pedig ez nem igaz. A kedvencem még az ilyenekben, hogy konkrét példákat bezzeg már nem mutatnak, csak illusztrációk vannak, és tényleg nem vágod belőle, hogy mi ez az MVC. Szóval ez nem kizárólag webben, bár manapság nyilván ott fordul elő talán a leggyakrabban, legalábbis mi ott találkozunk vele, de ez az állítás így ebben a formában hamis. Ugyanúgy, mint ha már rendszer szervezés, architektúra, akármi, hogyha MVC elven akarsz programozni, azt csak kizárólag objektumorientáltan teheted meg. Nyilván ajánlott, és én is erősen ajánlom mindenkinek, hogy objektumorientált szemléletnek megfelelően próbáljon eszközölni mindenfajta törekvést a rendszer karbantarthatósága, értelmezhetősége, használhatósága irányába. De lehet MVC-sen gondolkodni, akár osztályok, objektumok nélkül is, akár teljesen primitív típusokra támaszkodva, és hát nyilván függvényekre, tehát függvények azok minimum kellenek, mert anélkül nem lenne szervezettség. Szóval ez sem igaz. Ajánlott, de nem kötelezően csak így működhet. És akkor ezekhez kapcsolódóan jön még az, hogy akkor beszélhetünk MVC-ről, amikor grafikus felületről van szó, máskülönben nincs értelme, de ez se igaz. A legegyszerűbb példa. Simán írhatsz mondjuk egy konzolos alkalmazást, amit MVC minta szerint valósítasz meg, és nincsen grafikus felhasználói felület, aztán mégis MVC. Tehát ez sem teljes mértékben. Igaz, bár mondhatjuk, hogy ez a gyakori. Valamikor példaként még készítettem is egy egyszerű kis programot, ami C-nyelven íródott, konzolos alkalmazás volt, nem volt benne objektumorientáltság, nem voltak benne
osztályok, teljesen primitív típusokkal dolgoztunk, és mégis MVC szerint sikerült megalkotni. És amúgy még akkor valami a legvégére, a keretrendszerek. Sokan, ha találkoznak az MVC kifejezéssel, akkor azt valamilyen környezet, valamilyen keretrendszerhez kapcsolódóan tapasztalják. MVC elven működő, MVC alapú, mit tudom én. És akkor az ember azt hiszi, hogy az MVC az egy olyan jellegű dolog, ami egy kész rendszer működését jellemzi, és nekünk az a dolgunk, hogy az ajánlásoknak megfelelően alkalmazzuk az ő szolgáltatásainkat, és akkor das ist MVC. De hogy olyan például nincs mögötte, hogy mi magunk tudnánk programot írni MVC ajánlásnak megfelelően. Szóval leegyszerűsítve az, hogy MVC az nem pusztán egy keretrendszer által biztosított dolog, hanem mi is törekedhetünk rá. És ha már megnéztük a tévhiteket valamivel kapcsolatban, amiről különösebben még nem is beszéltük meg, hogy az micsoda vagy minek a rövidítése, akkor itt az ideje, hogy jobban elmérüljünk a témában, elmerüljünk. MVC, azaz modell nézet vezérlő. Jó, Model View Controller, ebből jött a kifejezés. A magyar megfelelőjét nem nagyon szoktuk használni. És akkor beszéljünk arról, hogy ez a szerkezeti minta mit is sugall számunkra. Miről szól ez, miért jó, és így tovább. Első lépésként akkor feladatkörök, ha már rendszer szervezés és ahhoz kapcsolódik ez is. Adott három egyszerű szerepkör, és az alkalmazásunkat alkotó komponenseket ezek valamelyikébe be tudjuk sorolni, kategorizálni. Lehet persze egy-két kérdéses is, de a legtöbbnek azonnal meg tudjuk mondani, hogy hol a helye. Ezeket a komponenseket egymástól függetlenül tudjuk fejleszteni, akár egymással párhuzamosan, természetesen törekedve arra, hogy ezek majd a cél érdekében a későbbiekben megfelelő módon együtt működjenek. És ha már azt mondtuk, hogy három feladatkör, akkor konkrétan mik is ezek? Hát ahogyan az MVC kifejezés is sugallja, modell, nézet, vagy pedig vezérlés lehet az ő feladata. Ezek közül valamelyik, nem kettő, nem három, csak egy ezek közül. Ez benne a fontos. És amit már az előbb elmondtam, az oké, hogy egymástól függetlenül tudjuk őket fejleszteni. Mégis a kompatibilitásra törekszünk, hogy ezek majd a későbbiekben az alkalmazás megfelelő működése érdekében együtt tudjanak működni, és hú, de jó világ legyen. Akkor, ha már megnéztük a feladatköröket, résztvevőket, szereplőket, akkor most jöhetnek ők egyesével. Az első a modell. A másik kettővel ellentétben ennek nem biztos, hogy egyértelműen utal a neve a feladatára sokak számára. Ő az, aki az adatokért felel. Azokról az adatokról van szó, amelyekkel dolgozik az alkalmazásunk, amelyek megjelennek a felhasználó szeme láttára. Igen, és amelyeket a felhasználó be is tud táplálni a rendszerbe, elsősorban ezekről az adatokról beszélünk. És akkor a feladata ezeknek az adatoknak a kezelése, hogy megoldja a tárolását, illetve a kommunikáció az esetleges különálló adattároló szoftverrel, kiszolgálóval, maga az információ menedzsment, az adatoknak a származtatása, és így tovább. Tehát leegyszerűsítve, ha valamilyen adatot írni kell, azt rajta keresztül tudjuk eszközölni, ha pedig olvasni kell, azt is általa tesszük meg. Sokan szokták azt is mondani, hogy a modell részét képezi az adatbázis, és hát, hogyha tágabb értelembe vesszük, akkor természetesen igen, mert anélkül nem lenne modellünk, amennyiben adatbázisos szoftverről van szó. Vannak szituációk, amikor az sincsen, mégis lehet modellünk, de most itt az MVC-nél kizárólag az általunk készített program határain belül gondolkodunk, azokat az egységeket vesszük, amelyeket mi magunk implementálunk, így most az adatbázist szigorúan véve nem vesszük hozzá, nyilván az adatbázishoz kapcsolódó modult, azt már igen. És hogyha modellről beszélünk, akkor én mindenképpen azt mondom, hogy ezt két részre kellene szednünk, mert ebből is kavarodások vannak. Hát először is ott van az entitás. Maga az adatstruktúra az aktív objektum, aki lehet, hogy fájban, adatbázisban tárolódik, onnan beolvasva keltjük őt életre aktív objektumként a futó programunkon belül. Ezeket az információkat tápláljuk be, illetve szeretnénk kiolvasni, megjeleníteni. Hát ahogy az egyetkapcsolat modellnél, illetve a korábbiakban az objektumorientáltságnál is, ahogy neveztük magát az entitást, tehát az ilyen dolgokat szeretnénk jellemezni vele. Maga a tényleges adat. Igen, ez egy jó mondat erre. Emellett viszont a modell részét képezik
az úgynevezett szolgáltatások. Ugyanis ezekhez az entitásokhoz valahogyan hozzá kell jutnunk, valahogy meg kell, hogy kapjuk őket, hogy dolgozni tudjunk velük, és az se egy egyszerű folyamat. Most vegyük csak akkor a klasszikus relációs adatbázisos történetet, csatlakozni kell az adatbázishoz. Meg kell írni a megfelelő SQL kódot, aztán az eredmény halmazból ki kell nekünk bányászni a tényleges entitásokat. Lenne egy olyan fajta réteg, aki biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy egyszerűen csak mit tudom én, szükségem van a felhasználók adatára, vagy szeretném az X azonosítójú felhasználót megkapni. Ezt elképzelhetjük úgy, mintha egy osztály lenne tele statikus metódusokkal, bár sok esetben úgy gondolkodnak, hogy ezt a szolgáltatói felületet is példányosítják, ez már részletkérdés. Tehát a modell részét képezi a szolgáltatás, akitől kérhetek adatot, illetve még a modell részét képezi maga az adat, az entitás, amit megkapok a kérést követően. És akkor így tiszta ez a modell történet. Következő résztvevőnk a nézet. Nézet? Nézet. Jó, ebből szerintem mindenki sejti, hogy miről van szó. Tehát itt az információ megjelenítése a kulcsfontosságú. Tehát, hogyha ha kimenetről van szó, akkor az mindenképpen a nézet dolga. Oké, itt is belemehetnénk abba, hogy milyen kimenetről beszélünk. Most konkrétan arról van szó, hogy a felhasználó számára képezett kimenet. Bármilyen dolog van, hogy valaminek meg kell jelennie, valamit elő kell készíteni, minden vizuális dolog, illetve kimeneti dolog, azért ő felel. Ha már grafikus felületben gondolkodunk, akkor kérvényezhetjük tőle, hogy építsen föl egy mit tudom én adatlapot, illetve töltse ki azt az adatlapot egy adott entitás adataival, és mondjuk frissítse. Tehát ha bárminek meg kell jelennie, vagy a megjelenésben változást kell eszközölni, akkor azt egy nézet komponensnek kell végrehajtania. Ez még egyértelműen nem látszik, de a három résztvevő közül a modell lesz az, akit a leginkább függetlennek tekinthetünk az összes többitől. A nézet az viszont már függ a modelltől, a függőségekre más már nem térnék ki, mert azt korábban hallottuk már. Hát ugyanis a nézetnek a feladata, hogy egy adott modell szeletet, egy adott entitást megjelenítsen, ezáltal neki számítania kell az adott entitásra a programon belül, és ismernie kell az ő szerkezeti felépítését, tehát egy nézetosztályon belül nagy valószínűséggel találkozhatunk egy modellosztálynak, vagy inkább egy entitásnak a típusával. És ami nem egyértelmű feltétlenül sokszor, hogy az egy dolog, hogy a nézet megjelenít valamit, na de mi van akkor, főleg eseményvezérelt környezetben, hogyha a felhasználó interakciót tud kezdeményezni a felhasználói felülettel, akkor az kinek a dolga? Most gondolhatná az ember, hogy a vezérlőjé, de ezt is a nézethez soroljuk. Tehát, hogyha én rákattintok egy gombra, vagy egy felhasználókat felsorakoztató táblázatban odakattintok a részletek gombra, a szerkesztés gombra, akármi, akkor ezt mind-mind a nézete detektálja, és ő az, aki értesít valakit ezt követően. Jó, valakit, lelövöm a poént, a vezérlőt fogja értesíteni, hogy valami történt, cselekedni kell. És akkor jöjjön a vezérlő, aki lényegében a főnök, ő a boss, ő a központi arc, aki irányít, de nyilvánvalóan a munka oroszlán részét nem ő viszi a vállán, de azért komoly felelősség terheli. Ő maga az elsődleges objektum, vagy hát mivel többen lehetnek vezérlők is, modellek is, illetve nézetek is, akkor az elsődleges objektum csoport, ő az, aki kapcsolatban áll a felhasználóval, jó, nem a felhasználóval, hanem magával a fő programmal. Tehát, hogyha egy modult be kell tölteni, egy funkció futtatásra kerül, tehát valamilyen összetett dolog, akkor a főprogram az ezzel a szereppel felruházott vezérlőhöz fordul, és azt kezdi el futtatni, illetve utasítani. Ezt követően a vezérlő végzi a munkát, méghozzá úgy, hogy eközben kommunikál szépen a nézettel, és kommunikál a modellel is. Ebből látható, hogy ő most már függ mind a kettőtől, mind a kettőre számít. Mind a kettőre szüksége van ahhoz, hogy érdembeli munkát végezhessen. És mivel ő a főnök, ő irányít. Ő az, aki minden helyzetben eldönti, hogy mit kell tenni, és ő az, aki ezt követően ezt levezényli két segédje segítségével. És ő jelenti a közvetett kapcsolatot modell és nézet között. Ugyanis mit csinál? Ugye? Eldönti, hogy most éppen minek kell történnie, ezt követően ő tudja, hogy melyik modelltől milyen adatot kell kérni, elkéri tőle, ezt követően pedig azt továbbítja a megfelelő nézetnek megjelenítésre. És akkor nagyjából így kezdenek összeérni a szálak,
a három szerepkör között. Ezután akkor jöjjön egy gyors kis összesítés, hogy akkor konkrétan mi a dedikált szerepe valakinek, és a félreértések elkerülése véget mi az, amit biztosan nem csinál az a bizonyos valaki. Szóval van nekem modellem, vezérlőm, és van nekem nézetem. Mit csinál a vezérlő? A vezérlőben található maga az alkalmazás logika, ott dől el, hogy összességében a szoftverem pontosabban egy adott funkciója mit és hogyan hajt végre. És a vezérlő az, aki hidat képez a modell és a nézet között, általa fog ez a kettő együtt működni egymással. Amit viszont a vezérlő sose tud, legalábbis nem illik tudnia, az, hogy milyen módon tároljuk az adatokat. Sőt, sokszor tulajdonképpen azt se tudja, hogy milyen adatot tárolunk, az csak adja egyik kezéből a másikba. Jó, nyilván előfordulhat, hogy ismernie kell az adatstruktúrát, de ez nem feltétlenül mindig igaz. Arról például sanszos, hogy fogalma sincs, hogy a kért adatok azok honnan jönnek elő, hogy egy adatbázis, vagy igazából egy távoli kiszolgáló biztosítja a kérésnek megfelelően az adatokat, vagy esetleg fájva van. Neki csak az a dolga, hogy a megfelelő helyen kérje az adatot, és a megfelelő helyre továbbítsa az adatot. És akkor ebből következik, hogy a vezérlő információt nem jelenít meg, még egy message boxot sem. Oké, a fejlesztés bizonyos szakaszaiban előfordulhat olykor-olykor, hogy eljátszunk egy ilyet, mert most éppen ott kényelmes, és akkor ott jelenjen meg valami, akár a konzolon, akár egy felugró ablakban, mit tudom én, de azért alapvetően ő nem. Ő csak kérvényezi, hogy akkor jöhet annak a megjelenítése, nyilván ilyenkor a nézethez fordul, és akkor forduljunk mi is a nézethez. Mit csinál a nézet? Első körben a kapott adatokat gyönyörű szépen megjeleníti, úgy, ahogy azt megmondtuk neki. Amennyiben a felületen van lehetősége a felhasználónak valamilyen interakciót kezdeményezni, azt is ő detektálja, és ő az, aki erről értesíti a vezérlőt. Ami fontos, a kapott adatokat ő pusztán megjeleníti a megfelelő formában, de ő nem végez számolást, és nem kezd el származtatni információkat. Mire gondolok itt? Ő nem kezd el mondjuk születési dátum alapján kort számolni, neki már úgy kell megkapnia, és akkor neki kell megfelelő módon megjelenítenie, azt esetleg már ő hajtja végre, hogy most mögé teszi azt, hogy év, vagy csak a számot jeleníti meg, vagy akármi. De magát a számolást, a származtatást, azt nem ő teszi, neki már úgy kell megkapnia. Viszonylag könnyen kikövetkeztethetjük, hogy ennek milyen oka van. Például tegyük föl, hogy a felhasználók korát évszám alapján meg kell jeleníteni egy táblázatban is, de meg kell jeleníteni mondjuk egy adatlapon is, meg még ki tudja, hogy hány helyen. És ha mindenhol a nézet magának számítja ki, és rájövünk, hogy hoppá, egy picit elrontottuk, és nem tökéletesen számol, ha az egyik helyen módosítjuk, a másik helyen is módosítani kell. Oké, nyilván akkor mind a kettő működhetne egy közös függvényből akármi, nem, ez itt sehogy nem lesz jó. Vagy például státusz. Mindenkinek van valamilyen fajta állapota, és ezeket a különböző állapot lehetőségeket számok formájában tároljuk. A nézet megkapja a számot, és akkor ő tudja, hogy milyen szöveget kell megjelenítenie, de későbbiekben valamilyen oknál fogva úgy döntünk, hogy ezt az egészet át kell szervezni. Ha átszervezzük modell szinten, akkor a nézeteknél is az egészet át kell alakítani. Ha pedig a modell már úgy továbbítja az adatot, hogy ott van szövegesen is az állapotnak a megnevezése, akkor egyszerűen a modellnek a módosítását követően is már működni fog a nézet. Tehát a nézet az inkább ne próbáljon származtatni, se számolni. Illetve ő detektálja magát a felhasználói interakciót, de ő ezt követően nem intézkedik. Látja, hogy megtörtént, esetleg valamilyen paraméter is tartozik hozzá, és szépen megkopogtatja a vezérlőnek a vállát, hogy figyelj, ez történt, és esetleg paramétert is továbbítok, és akkor a vezérlő fogja megmondani, hogy mi történjen. Magától nem cselekszik a view. Ha csak annyiról van szó, hogy valamilyen adatmódosítást kell eszközölni, és utána meg kell, hogy jelenjen egy üzenet, hogy sikeresen megtörtént, még az sem. Majd amikor a vezérlő tájékoztatja, hogy most már meg lehet jeleníteni, csak akkor teszi. Jó, nyilván vannak olyan szituációk, mit tudom én, mondjuk űrlapon adatbevitel, amikor megkérhetjük a nézetet arra, hogy figyelj,
Azon túl, hogy ezeket az adatokat kérjük be, hagyj végre egy kis ellenőrzést is ezekre vonatkozóan, akár megadjuk a mintát is, hogy minek megfelelően kell, vagy esetleg melyiknél milyen üzenet ugorjon fel, hogyha valami nincs rendben, és csak akkor hívd a vezérlőt, ha már helyesen kitöltött űrlapról van szó. Tehát ilyen feladatot azért rábízhatunk, hogy ezt így menedzselgesse le magának, amíg nincs normálisan kitöltve, addig ne is küldje tovább adatokat, és akkor átmegyünk a modell részre. Mit csinál a modell? Amennyiben a modellünknél az információtárolás magját adatbázis képezi, akkor természetesen ahhoz valahogyan kapcsolódni kell, kommunikálni kell vele. Ez mind a modell feladata, hogy ezt megfelelő módon lebonyolítsa. És akkor természetesen az információkat tárolni kell, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az információkat kiolvassam, esetleg valamilyen fajta extra manipulációt is el kell rajta végezni, tehát a nyers adatot átalakítani valamilyen kezelhető formátumra, stb. Ez mind a modellre tartozik. De magához az alkalmazás logikához semmi köze nincsen a modellnek. Ő valószínűleg azt se tudja, hogy most konkrétan ő egy milyen szoftver működésében vesz részt. Ő csak azt tudja, hogy milyen adatokat tárolunk, azokat honnan kell elérni, és a megfelelő formában odaadni. És hát ő egy független komponens, nincsen semmi kapcsolata, közvetlen kapcsolata a nézettel, és ez nagyon fontos. Mármint neki a nézet irányában. De a nézetnek sincs olyan formában, mint ahogy sokan szokták csinálni, tehát láttam már olyan fajta megoldásokat, hogy valaki példányosít egy modellt, és odaad neki egy nézetet, és odaad neki egy modell példányt, és hát nem derül ki egyértelműen, hogy milyen formában, csak ez így érdekes. Nyilván a nézetnek olyan módon van kapcsolata a modellel, hogy egy entitást, vagy egy entitás halmazt megkap, hogy azt kell megjelenítenie. Általában ez elegendő úgy, hogy csak egy metóduson keresztül átadjuk, megtörténik a frissítés, és akkor jocakát. Az is előfordulhat, hogy ezt tárolja magának a nézet, mert tulajdonképpen ilyenkor a belső állapota részét képezi az a kis modell szegmens, amit megjelenít, mert sok esetben indokolt lehet Jávában, és hogyha mondjuk swingezünk, vagy akármi, akkor látjuk egy-két ilyen kis vizuális vezérlőnek van egy set model metódusa, amivel odaadhatjuk például a táblázatnak, hogy mik legyenek az ő rekordjaiban. Tehát nyilván így rendelkezhet a nézet modellel, de modell szolgáltatásokat ő nem ismer és nem is fér hozzájuk, és ez így van rendben. Mikor már nagyon megnéztük, hogy kik ezek és honnan jöttek, akkor az architektúráról beszéljünk egy kicsit. Az MVC-re gondolok. Hogyan néz ki tipikusan egy MVC szerkezet? Kicsit olyan lesz, mintha ismételném magamat itt pár alkalommal. Ugye a résztvevők a modell, a view és a controller. A nyilak még jelzik is, hogy nagyjából hogy néz ki ez a függőségi dolog, és a sorrend az úgy adja is magát egy MVC, hogy a modell az, aki függetlennek tekinthető, a view az, aki egy komponenstől függ a modelltől, hiszen ő modell szeleteket jelenít meg, illetve ott van a controller, aki mind a kettőtől függ, hiszen ő nézet és modell között próbál meg hídat képezni. És hogyan néz ki ennek a működése? A modellben találhatóak az adatstruktúrák, illetve az entitások, akiket szeretnénk valamilyen úton módon megjeleníteni. Emellett a modell szolgáltatási felületet biztosít a vezérlő számára, amin keresztül kérheti ezeket az adatokat, illetve kérheti az adatoknak a manipulálását is. Ha az alkalmazás és azon belül a dedikált vezérlő futása közben valamilyen információra van szüksége művelet elvégzéséhez, akkor a vezérlő fordul a modellünknek a szolgáltatói felületéhez és kéri tőle a szóban forgó entitásokat. Ezt követően a nézethez fordul és a nézetnek továbbítja a kapott adatokat, a nézetnek pedig az a dolga, hogy ezeket az információkat a kontroller kérésének megfelelően megjelenítse. És ha már annyit beszéltünk arról, hogy kinek mi a dolga meg, hogy ezt nagyjából hogy kell elképzelni, hogy épül fel, beszéljünk már pár dolgot az előnyeiről. Jó, lehet, hogy átjött már, de akkor a biztonság kedvére úgy jobban belemegyünk. Első legnagyobb előny, hogy szétválasztjuk ezeket, sőt, mindegyik előny erre lesz visszavezethető. Na de a függetlenség része, meg a kompatibilitás együttműködés része mindjárt érteni fogjuk. Tegyük föl, hogy a modellünkben, most entitásokról beszélek, jelen vannak mik? Felhasználók. Felhasználó entitások vannak, milyen céllal azt nem tudjuk, de vannak mondjuk termékek is. Ezek a puszta adatok. Nézetek formájában megjelenhet valami egy adatlapon,
hogy amikor valaminek a részletes információit látjuk, egy ilyen részletes nézet, valami megjelenhet űrlapon belül, vagy azért, mert egy új entitást akarok létrehozni, vagy egy meglévőt, egy meglévőnek az adataival töltök ki egy űrlapot, hogy esetleg módosíthassam az információkat, ami még ilyen klasszikus, a táblázat. Táblázatban látok többféle entitást, több rekordot. És akkor adott adatoknak meg kell jelennie adott nézeten belül. Most az NPC-re köszönhetően azért jelzem, hogy ez a vezérlőn keresztül zajlik, egy felhasználót meg tudok jeleníteni egy adatlapon belül. Ki tudok tölteni egy űrlapot felhasználó adataival, illetve felhasználók egy csoportját táblázaton belül is meg tudom jeleníteni. De hogyha én ezt ügyesen csinálom NPC-nek megfelelően, akkor ez ugyanígy igaz termékekre is. Tehát felhasználókat, vagy hát na, egy modellt meg tudok jeleníteni több különböző nézetben, és egy adott nézeten belül akár több különböző modellt is meg tudok jeleníteni, és ez mind az NPC-nek köszönhetően ez benne jó. Ez a fajta mondjuk úgy függetlenség és egyben együttműködési készség, kompatibilitás, amire mi törekszünk. Ez az egyik nagy előnye a dolognak, hogy elválasztom egymástól a megjelenítést és magát az információt. Ám ezzel még nincs vége. További előnyük. Ott van az átláthatóság, ami már önmagában a megfelelő szervezettségnek egy velejárója. És itt most arra gondolok, hogy elsőképpen, amivel a felhasználó találkozik, a fejlesztő, bocsánat, az úgy képzelhető el, mint amivel a főprogram is találkozik, a vezérlő. Tehát a vezérlőnek a forráskódját áttekintve eléggé összeáll, hogy konkrétan az adott funkció milyen főbb lépésekből áll, és hogyan működik. Anélkül, hogy én már nagyon belemennék a részletekbe, hogy valami hogy jelenik meg, vagy hogy milyen fajta információ jelenik meg ott. Ott van ugyanúgy a függetlenség megint csak, ami arról szól, hogy ezeket párhuzamosan, vagy egymástól függetlenül elkezdhetem fejleszteni, akár többen is. Nyilván mindezt úgy, hogy törekszünk a kompatibilitásra, tehát előre azért megbeszéljük, hogy mi lesz az együttműködésnek a módja, akár esetleg interfészeket határozunk meg az elején. Hú, de ebbe már ne is menjünk annyira bele. Én például szoktam azt csinálni, hogy amikor mondjuk egy alkalmazásnak a működését rakom össze, először létrehozok esetleg nézeteket, úgy, hogy ez képes önmagában működni, de még modellről szó nincsen, meg vezérlőről sem. Egyszerűen csak fogom a nézetet, és adok neki egy ilyen teljesen kamu modellt, ami szerkezetileg úgy néz ki, mint akit majd a későbbi ebben kapni fog dinamikus formában, csak egyelőre én ott statikusan a kódban adom meg, és látom, hogy megfelelően jeleníti meg, látom, hogy megfelelő módon reagál a felhasználói interakcióra is megfelelő paraméter továbbít vissza nekem, azt mondom, hogy ez így rendben van. Egy modellt, ami akár mondjuk egy appin keresztül kommunikál, meg tudunk úgy valósítani, hogy senki másról nem tudunk egyelőre semmit, egyszerűen csak írom a szolgáltatói felületet, hívom őket megfelelő paraméterrel, és figyelem, hogy valóban olyan információkat kapok-e, amilyenre szükségem van. És természetesen, hogyha van egy jól működő modell rétegem, és van egy megfelelő nézet, akkor már a vezérlővel se lesz akkora nagy probléma, neki ezt a kettőt már csak megfelelő módon össze kell hozni, és ki kell alakítani egy működőképes alkalmazás logikát. És ugyanehhez kapcsolódik a karbantarthatóság is. Eleve az, hogy szervezet, abba már nagyon sok minden beletartozik karbantarthatóság szempontjából, de itt még az is érdekes lehet, hogy amennyiben én ezeket jól szigeteltem el egymástól, akkor hát problémától függően előfordulhat, hogy nekem csak egy réteghez kell hozzányúlnom, például kicsit megváltozott az adattárolás módja. Sőt, nagyon megváltozott. Tegyük föl, hogy eddig mit tudom én, fájlokban tároltuk a rekordokat, lassú a rendszer, és nem akarjuk az adatstruktúrákat megváltoztatni, csak a tárolás módját akarjuk. Egy nagyon durva átalakítás jön, mert átállunk egy adatbázisra, úgyhogy ennek megfelelően kell a modell réteget is átalakítani, a kommunikációt, mindent, de az összes többi nem változik. Ugyanúgy megérkeznek a megfelelő kitüntetett entitások, amelyekkel ugyanúgy továbbra is együtt tud működni a vezérlő, és vele együtt a nézet is. Vagy mondjuk az alkalmazás logika tök jó, az adatok mind rendben vannak, csak a nézetet már eléggé elavultnak érezzük, nem túl modern, átalakítás kellene akár user experience szempontjából, mit tudom én. Ilyenkor is sok esetben elegendő csak a nézet réteghez hozzányúlni, mindenki más marad. És ehhez szorosan kapcsolódik maga a hibajavítás is,
amikor azt látjuk, hogy valahol valami nem oké, viszonylag könnyedén ki tudjuk következtetni, mi lehet a hiba forrása, és sanszos, hogy azt is, hogy egy modell réteg aludas, vagy esetleg egy nézet, netán talán a vezérlő. És akkor a vége felé közeledve nézzünk egy általános MVC mintát, egy csodaszép osztálydiagramon, nem akartam túlzásokba esni. Az application a főprogram, tekintsünk rá úgy. A főprogramom áll közvetlenül kapcsolatban egy kontrollerrel, többféle kontrollerünk is lehet, ez most egy általános, akár még absztraktnak is tekinthetjük. A kontroller rendelkezik, birtokol egy modellszolgáltatói felületet, illetve egy nézetet is, ami sok esetben nem így van, de általánosságban így szokták jelölni. Még a nézetre azt mondom, hogy az valóban szükséges lehet, mert az rendszerint egy aktív objektum, viszont a modellnél sokszor tényleg egy szolgáltatói felületről beszélünk, olyan, mint egy függvénykönyvtár, simán lehet statikus függvényeknek egy csoportja, de jó, tekintsünk arra is úgy, hogy példányosítja magának a kontroller, mert vannak szituációk, amikor ez lényeges lehet, és akkor a modellemnek van egy olyan fajta metódusa, hogy entitást tudok kérni egy getData metódussal, tegyük föl, hogy egy egész számot adok neki, hogy hányos azonosítójú entitást szeretném, és akkor értelemszerűen van valahol egy entitás osztály is, amivel leírom, hogy az entitás objektumoknak a szerkezete az micsoda. Emellett van egy view, akit létre tudok hozni, lehet, hogy ekkor már alkot is valamilyen fajta megjelenést, és update-elni tudom, oda tudok neki adni egy entitást, hogy figyelj, akkor ezeket az adatokat kellene megjelenítened az aktuális nézeten. A függőségi viszonyok is látszanak, tehát értelemszerűen a model service az mindenképpen kapcsolatban áll az entitással, hiszen ő entitásokat fog szolgáltatni, a metódusainak a visszatérési értéke valamilyen entitás objektum. És ugyanúgy függ tőle a view is, hiszen a view az update-kor egy entitás objektumot kap, azt kell megjelenítenie. Csak nem a view kéri ezt közvetlenül, hanem ezt a kontrolleren keresztül kapja majd meg. És egyébként a kontrollernek a main metódusa, tegyük föl, hogy az hívódik az alkalmazás által, amikor futtatni kell ezt a bizonyos funkciót. Ott van röviden megjegyzésként, hogy kb. Hogy kell elképzelni, mondjuk egy entitás objektumra van szükségem, odafordul a modellszolgáltatói felülethez, getData, és mondjuk egy argumentumként kapott azonosítót odadob neki. Ezt követően ő, ha minden jól megy, megjeleníti az entitást, és akkor szól a nézetnek, hogy update-elni kell, odaadja neki az entitást. Egyébként véleményem szerint az még simán belefér, hogy a nézet dönt arról, amikor kap egy entitás objektumot, hogy van benne valami, vagy nincs benne valami. Ha benne van, akkor mindent megjelenít a megszokott módon, ellenkező esetben ő valahogy tudatja, hogy nincsenek adatok, vagy mit tudom én. Ennek a feltételnek megfelelő felhasználók nem találhatóak a rendszerben, vagy akármi, tehát ezt még nyugodtan rábízhatjuk. És akkor a végén egy példa az egésznek a működésére, hogy tényleg nagyon jól összeálljon, miről van szó. Ilyet én még úgyse láttam, úgyhogy úgy éreztem, egy ilyet mutatni, ez tök jó dolog lehet. Képzeljük el, hogy elindul egy ablakban a mi kis programunk, és akkor fut maga a fő application objektum, mondjuk úgy. Tehát maga az alkalmazásról beszélünk. Az alkalmazásom szólítja, tegyük föl a task controllert, mondjuk ez egy ilyen teendők listája alkalmazás. Mit tudom én? És hát a kontrollernek a main metódusát hívja meg, mondjuk ez az, aki a teendők listájáért felel. Hogy az megjelenjen megfelelő módon, lehessen velük csinálni valamit, akármi. Ilyenkor a képernyőn még nincs semmi, jó, mondhatjuk azt, hogy esetleg megy egy kis töltődés. Mondjuk azt is valószínűleg egy view objektumnak kellene megvalósítania, de most mindegy. Tehát fut a test controllernek a main metódusa. Ezt követően ő rögtön odafordul a task modelhöz, aki, ha minden igaz, teendőkkel kapcsolatos információkkal tud nekünk szolgálni. Mondjuk van neki egy get tasks metódusa. Ő, mit tudom én, megnyit egy fájlt, kommunikál az adatbázissal, local storage, fene se tudja, valahonnan előhalásza az információkat, és akkor egy tasks tömb lista formájában megérkeznek a megadott struktúrájú teendők, szépen vissza a kontrolleremhez. Ekkor a kontroller a task view-hoz fordul, aki a teendőkkel kapcsolatos megjelenítési dolgokra szakosodott. Mondjuk van neki egy show list nevezetű metódusa, neki továbbítja ezt a task tömböt. Ő ezt követően
megjeleníti a felhasználói felületen magukat a teendőket. Mondjuk minden teendőnek van egy címe, van egy leírása, és most ezzel egyelőre meg is vagyunk. Ja, meg azonosítója az még azért fontos lehet. Megjelentek a teendők, de sok esetben itt még nem vagyunk készen, ugyanis a vezérlő megszólítja megint csak a nézetet, és meghívja neki mondjuk az on-click metódusát. Ez most tegyük fel, hogy azt jelenti, hogyha én valamelyik teendőnél rákattintok a pipára, vagy megérintem a pipát. Ezzel azt kell, hogy tudjuk megmondani, hogy mi történjen, hogyha a felhasználó arra elmegy. Rendszerint ilyenkor kap a kontrollertől egy metódust, mondjuk mit tudom én, egy task done metódust, ezt kell meghívnod akkor, hogyha valamelyikre rákattint a felhasználó. Sőt, ha igazán jó fej vagy, akkor ennek a hívásakor még továbbítod a paramétert is, hogy hányadik azonosítójúra ment rá, mert azt ugye azért még tudni kellene. Ha csak annyit mond, hogy figyelj, valamelyikre rákattintottak, még nem vagyunk sokkal előré. Akkor a nézet már be is állítja az esemény kezelőt ezekre a kicsi pipákra vonatkozóan, és várja a kattintást. Amikor a felhasználó úgy dönt, hogy végzett az egyik feladattal és rákattint, akkor erre reagál a view. A view tudja, hogy akkor a task controlleremnek a task done metódusát kell meghívni ilyenkor, illetve ő még detektálta azt is, hogy hányadik azonosítójú teendőnél kattintott rá, úgyhogy ezt a task ID-t is továbbítja a controllerem számára. És megint az van, hogy a kontrollerem tudja, hogy ezt követően mit kell csinálni. Hát akkor egy feladatot készé kell nyilvánítani, ezt továbbítva a task modelhez meghívja annak a set task as done, vagy nem tudom milyen metódusát, tehát ezt az azonosítójú feladatot kell készé nyilvánítani. A modell végrehajtja, és mondjuk, hogyha jól csináltuk, akkor ezt követően ad egy választ, hogy sikeres volt vagy sem, mert ki tudja, bármi előfordulhat. És amennyiben a kontroller azt látja, hogy sikeres volt a végrehajtás, akkor még utasítja a nézetet arra, hogy meg kell jelenítenie a sikeresen megtörtént jellegű üzenetet, melynek következtében a nézeten megjelenik az üzenet, hogy oké, minden rendben van. Jó, egyébként, hogyha van egy olyan fajta message, ahol csak egy lehetőség van, hogy megnyomsz egy gombot és kész, bezárás, azt esetleg rábízhatjuk önállóan a nézetre, hogy azt külön levezényelje, ha erről nem kell értesülnie senkinek. És nagy vonalban ez lett volna a klasszikus MVC architektúrának a bemutatása, bízom benne, hogy érthető volt, és nem vittem nagyon túlzásba a magyarázást. Legközelebb megyünk tovább, és bízom benne, hogy szép lassan ezt a gyakorlatban is egyre többször fogjuk alkalmazni. Legyetek jók!